Első nap. Hivatalosan is elrajtolt a Campus, Kelet-Magyarország legnagyobb zenei fesztiválja. Ponthatárok. Változatlanul a Debreceni Egyetem a legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézmény. Európai egyetemi játékok. Befejeződött Magyarország valaha volt legnagyobb multisport rendezvénye. Köszöntöm Önöket, ez a DTV híradó július 25-én csütörtökön. Már is jövünk a friss hírekkel. Hivatalosan is elrajtolt a Campus, Kelet-Magyarország legnagyobb zenei fesztiválja. Tegnap már a húrok közé csaptak a zenekarok, a bulizóknak az eső sem szegte kedvét. Idén az izomsorvadásban szenvedő kisfiú Micskó Benjamin gyógyulását segíti Magyarország egyik legnagyobb zenei programja. Debreceni kötődésű fiatal énekesnő nyitotta a fesztivál első napján a nagy színpadot. Nagy Bogi és zenekara számára igazi mérföldkő volt ez a koncert. A 3 évvel ezelőtt voltunk először itt a Campus Fesztiválon, és akkor megkaptuk a lehető legkisebb színpadot, ami egy lépcsőkanyarban volt, és azt hittük, hogy hát ide nem fog találni senki. És az volt egyik, szerintem az egyik legjobb koncertünk így a karrierünk során. Tavaly már kaptunk egy nagyobb színpadot, de most eddig ez a legnagyobb. A Campus első napján a zuhé sem szegte kedvét a fesztiválozóknak. A hivatalos megnyitó előtt pár perccel az égen már egy szivárvány is feltűnt. Kora este az eseményen Szilvási Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora is jó szórakozást kívánt a fesztiválozóknak. Ma Európa legnagyobb fesztiválján vagyunk, és aki Európa legnagyobb fesztiválján a legjobban érzi magát, az a világ legboldogabb embere. Pap László polgármester azt hangsúlyozta a hivatalos megnyitón, hogy az idei fesztivál különösen fontos. Nagyon remélem, hogy a felvételizők, akik közül ma nagyon sokan itt vannak, nagyon jó hírt fognak kapni, és még inkább boldogabb közönsége lesz ennek a fesztiválnak. A Campus Fesztivál idén az izomsorvadásban szenvedő Micskó Benjamin gyógyulását segíti. Egy jelképes csekken 12,5 millió forintot adtak át a hivatalos megnyitónak kisfiú édesanyjának, de a fesztiválozók minden egyes visszaváltható palackkal támogathatják Benni felépülését. Szerdán a tankcsapda is színpadra lépett. A debreceni zenekar 4 nap alatt 3 alkalommal is feltűnik majd, ami a rajongók számára igazi boldogság. Szeretem a zenekar, szeretem a zenéit, nagyon jó érzésüket hallgatni. Ismerem a legtöbb zenéit, egészen kb. A 80-as évektől. Nagyon szuperek a programok, tehát hogy le a kalapba leszervezünk előtt. Tehát most is ugye nagyon várjuk a külföldi előadót, úgyhogy jó szórakozást kívánunk mindenkinek. Mi nagyon jól érezzük magunkat. Idén 21 program helyszínen 295 fellépő gondoskodik arról, hogy jól érezzék magukat a látogatók. A Campus Fesztivál nyitónapján Debrecenben rendezték meg a központi pontot partit, ahol kihirdették a szeptemberben induló szakok ponthatárait. A felvételiző körében változatlanul a Debreceni Egyetem a legnépszerűbb a vidéki felsőoktatási intézmények közül, és az eddigieknél nagyobb arányban nyertek felvételt az első helyen idejelentkezők. A Kulturális és Innovációs Minisztérium a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésének napján rendezi meg az évek óta több ezer látogatót vonzó rendezvényt, a Pontot Partit. A hivatalos központi helyszín ez alkalommal rendhagyó módon a Debreceni Campus Fesztivál volt. Mindenki izgatottan várta, hogy kiderüljön, bejutott-e a megjelölt felsőoktatási intézménybe. A DEÁJK-ra adtam be, ugyanis jogász szeretnék lenni, mikor nagy leszek. Nagyon érdekel ez a szakma már évek óta igazából, és szerintem vagy 10 éve csak ügyvéd szeretnék lenni. A Metásít nagy színpadon néhány perccel 8 óra előtt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter lelkesítette a várakozó diákokat. Az egyetem egyet jelent azzal, hogy tudás, az egyetem minden mellett biztosít nekünk közösséget, szórakozást, az identitást. Pontban 8 órakor megnyomták azt a bizonyos gombot. 3, 2, 1, a fiatalok pedig megkapták a várva várt üzeneteket.
Ezek pedig az öröm pillanatai a tegnap esti országos.hu-zópartin, amikor a fiatalok az üzenetekből megtudták, bejutottak-e a megjelölt felsőoktatási intézménybe. Én a Debreceni Egyetem anglisztikára jelentkeztem, és azért, mert nagyon szeretnék az angol nyelvet tovább tanulni, és az irodalmat is nagyon szeretem, szóval nagyon-nagyon boldog vagyok. Továbbra is a legnépszerűbb vidéki egyetem a debreceni. Megközelíti a tavalyi rekorderedményt az idén felvett több mint 7500 jelentkező az általános eljárásban. Emellett keresztfél éves eljárásban több mint 400, az angol nyelvű képzésekre több mint 2200, a doktori képzésekre pedig 249 új hallgatót vett fel idén eddig a debreceni egyetem. A felvételi eredmények tájékoztatóján Barta Elek, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese elmondta, hogy a legnépszerűbb képzési terület idén is az orvos és egészség, valamint a gazdaságtudomány, továbbá a pedagógus és a műszaki képzés. Hozzátette, a felvételi idei módosítása révén rugalmasabb lett az eljárás, amit jól mutat az első helyen Debrecenben jelentkezők sikeres felvételének minden eddiginél magasabb aránya. Egyértelműen kedvező változásokról beszélhetünk. Hogyha csak a jelentkezők és a felvettek arányát nézzük, akkor a korábbi években is 70% körüli volt a jelentkezőkhöz képest, az első helyes jelentkezőkhöz képest a felvetteknek az aránya. Ez most az idei évben már 77%. A nyári pótfelvételit július 30-án hirdetik meg a felvi.hu-n mindazoknak, akiket idén nem vettek fel egyetemre és akik nem jelentkeztek. Idén is kiköltözött a Debreceni Egyetem a Nagy Erdő fái alá. A Campus Fesztiválon saját programhelyszínen színes feladatokkal várja az érdeklődőket az egyetem tér. Szúnyogriasztó készítés, szimulátorok és szabadulószoba. Az egyetem valamennyi tudományterülete képviselteti magát a Nagyerdei Stadion délkeleti oldalán található egyetemtéren. Aki szívesen kipróbálná, hogyan lehet például DNS-t kivonni gyümölcsökből házilag, esetleg dárcozna, az minden nap 15 órától megteheti. Az érdeklődők a hallgatók által az egyetem területén termesztett bodza vagy akát szörből hűsítőt is kóstolhatnak. Szilvási Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora azt mondta, büszke arra, hogy ilyen színes képzési skálával mutatkozhatnak be a kampuszon. Látszani kell, akkor, hogyha nincs információja valakinek, hogy melyik egyetemre is kéne jelentkezni, hát itt lesz. Azt gondolom, hogy annyira széles a spektrum, hogy lehetetlennek tartom, hogy legyen olyan diák jelölt, akit 7-8 dolog ne érdekelne itt rögtön. A balesetveszély elhárítása érdekében ma délután lezárták a Veselényi utca belső sávját mindkét irányból. A 4-es főút átkelési szakaszán ugyanis eddig tisztázatlan okból az úttest megsüllyedt és egy kis részen be is szakadt. Útszűkületre figyelmeztetnek a jelzőtáblák. Emellett 40 km/h sebességkorlátozást is bevezettek a Homokkerti felüljáró és az Irinyi utca csatlakozása közötti szakaszon. Az út közepén a felezővonalnál megsüllyedt és beszakadt úttest miatt kell lassítaniuk a járművezetőknek. Az úthibát a Magyar Közút út ellenőrei vették észre, ezután döntöttek a sávlezárásról. Egyelőre nem tudják, mi lehet a baj, de az úttest alatti üreg mélységét körülbelül 2 méteresre becsülik. Az úthiba javítása pénteken kezdődik. A helyszínt konkrétan megvizsgálva megállapították munkatársaim, hogy egy üreg keletkezett az úttest alatt. Ez, hogy pontosan hogyan keletkezett, nem tudjuk. A holnapi nap meginduló feltárás fogja megmutatni nekünk, hogy mitől keletkezhetett ez a hiba, és mikorra tudjuk elhárítani. 12 virágkocsi és rekordszámú 2000 fellépő lesz az idei virágkarneválon. Ráadásul a kompozíciókat és a táncosokat kétszer is megcsodálhatják az érdeklődők, hiszen visszatér az esti felvonulás is. Az augusztus 20-ai rendezvényre idén is a Karneváli Hét programsorozatán hangolódhatnak a látogatók. LED-fénnyel megvilágított ruhák és artista eszközök. Augusztus 20-án sötétedés után ez nem lesz meglepő Debrecenben. Az idei virágkarneválon ugyanis sok év kihagyás után újra lesz esti felvonulás. A nappali vonulásból is mutattak ízelítőt a táncosok a virágkarnevál beharangozóján. Ebben az évben minden eddiginél több táncos színesíti majd a menetet.
Az idei karnevál lesz az egyik legütősebb a felvonulások korszakában, hiszen a virágkocsikat 2000 felvonuló kíséri majd. Ez egy rekordméretű szám lesz, köztük 7 zenekarra, valamint 10 külföldi csoporta. Az idei felvonulásra az augusztus 15-én kezdődő karneváli hét hangolja rá az érdeklődőket. Ennek keretében esténként a nagy templom előtt koncertet ad például a Kodály Filharmónia, a Bohémián Betyász és Robi Lakatos is. Ez egy nagyon színes dolog, ez a virágfesztivál, tehát ezért nagyon színes programmal fogunk jönni. Kiváló zenészekkel fogok fellépni ezen a koncerten. A város legszínesebb és legvirágosabb hetéről ebben az évben sem hiányzik majd a Galiba Gyermekfesztivál, a kivilágított kerékpárosok felvonulása, a Night Ride, de a különböző kiállítások sem. Puskás István alpolgármester úgy fogalmazott, a széles körű összefogásban megvalósuló rendezvény is mutatja, milyen fontos a városban a virágkarnevál. A legkülönbözőbb közösségeknek az összefogása egy nagyon nagy ereje és nagyon nagy erénye szerintem a virágkarneválnak. Azon túl, hogy ezen a napon emlékezünk az államünnepről, az államalapításról, Szent Istvánról, azon túl, hogy egy hagyományos, de mindig megújuló programon jót szórakozunk. A virágkarnevál és a karneváli hét fő támogatója a CETL Debrecen lesz. Nagyon fontosnak tartjuk azt, bárhol, ahol gyárat üzemeltetünk, jelenleg 12 gyárat üzemeltetünk a világban, hogy részévé váljunk a helyi közösség életének, és aktív szerepet vállaljunk. A debreceni virágkarnevára idén 12 kompozíció készül, a legnagyobb egy különleges sárkány lesz. Debreceni szakember vehette át az idei Podmanicki díjat. Az elismerést a Rádai Mihály Város és Faluvédő Szövetség 41. országos találkozóján adták át Cegléden. A Podmanicki díjat ebben az évben Gajdos Csaba is átvehette. A műemlékvédelmi szakmérnök Debrecenben és az országban számos épület műemléki értékleltárát készítette el, illetve felújítások tervezési munkáját is végezte. Városunkban például a Zenede és a Csokonai Színház épületénél is dolgozott. Gajdos Csaba a Debreceni Egyetem oktatója, valamint a Pécsi Mihály Építőipari Technikum mérnök tanáraként évek óta részt vesz a fiatal szakemberek képzésében is. Szerda délután a Campus Fesztiválon hirdették ki a zenei támogatási program eredményét. Egymást követik a zenekarok a Made in Debrecen hangfoglaló színpadon a fesztivál 4 napja alatt. Közülük többen is pályáztak a város zenei támogatási programjára. Idén 3 kategóriában jelentkezhettek. Könnyű zenei hangfelvételek, valamint videóklippek készítésének és megjelentetésének, illetve tehetséges fiatal zenészek hangszer vásárlásának támogatására. A felhívásra összesen 37 pályázat érkezett, amelyből több mint 15 zenekar és szólista kapott most anyagi támogatást. A teljes keret 4 millió forint, ami a tavalyi alap kétszerese. A célja, hogy segítsük a város könnyűzenei életének épülését, elsősorban a pályakezdő vagy a karrier elején lévő zenekaroknak igyekszünk lehetőséget nyújtani, de mint ahogy az idei díjátadó mutatja, nem csak a kezdőknek. Az a véleményünk, hogy a könnyű zene a város kulturális életének nagyon fontos része, sok-sok ezer debreceni van vele napi kapcsolatban. Szerda este befejeződött Magyarország valaha volt legnagyobb multisport rendezvénye, az Európai Egyetemi Játékok. A tornára több mint 400 egyetemről érkeztek hallgatók Debrecenbe és Miskolcra. A két vármegyeszékhelyen 18 sportágban csaknem 5000 hallgató versenyzett az elmúlt 2 hétben. 36 zászlót vonultattak fel az önkéntesek. Ennyi országból érkeztek egyetemi sportolók a rendezvényre. Magyarország valaha volt legnagyobb multisport rendezvényét, stílszerűen Kelet-Magyarország legnagyobb fesztiválján zárták a résztvevők. Nagyon élveztem az itt töltött időt, sok új barátot szereztem, olyanokat, akik nem is horvátok. Jól éreztem magam a csapatommal, és egyébként 6. helyezettek lettünk, mondta az egyik hallgató. A két vármegye székhelyre több mint 400 európai egyetem hallgatói érkeztek, mintegy 45 000 vendégészakát töltve a városokban. We are together.
Itt vagyunk együtt Debrecenben, Közép-Európában és egyúttal a boldogság középpontjában. Szerintem fontos, amit tesztek. A sportolás miatt soha nem kell sajnálkoznotok vagy szomorkodnotok. Legyetek boldogok, gratulálok, mind győztesek vagytok, mondta a Debreceni Egyetem rektora. Az esemény nem csak a versenyzésről szólt, hiszen a hallgatóknak lehetőségük volt nemzetközi kapcsolatok kialakítására és a szórakozásra is. Erről beszélt a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Barátságok, hidak építése, mindannyian nyertesek vagytok, ti vagytok a jövő. Tehetségesek vagytok és kiváló sportolók, mondta Hankó Balázs miniszter, aki gratulált a sportolóknak, a szervezőknek, a Debreceni és a Miskolci Egyetemnek, valamint a magyar hallgatóknak, akik 16 aranyérmet nyertek. A torna rendezési jogát 2018-ban nyerte el Debrecen és Miskolc, a szervezők azóta készültek az eseményre. A két helyszínen összesen 18 sportágban rendeztek versenyeket. I hope through your performance you become here. Remélem, a teljesítményetek által jobb önmagatok lettetek, és az emlékeket és tapasztalatokat, amiket Debrecenben és Miskolcon szereztetek, az életetek végéig megőrzitek. Mindenkinek köszönöm, aki részt vett az esemény lebonyolításában. Együtt a valaha volt legjobb egyetemi játékokat hoztuk össze, mondta a szervező EUSA elnöke. A záró ünnepség végére már csak a szórakozás maradt. A kéthetes rendezvényt közös bulizással zárták az egyetemisták. Ez volt a csütörtöki DTV híradó. További hírekért keressék a dehir.hu-t, de tartalmaink elérhetőek a közösségi média felületeinken is. Én további jó tévézést kívánok, szép estét viszontlátásra!